Na, hello, hello, csöcső. Kezdjük, szerencséje, fogalmam sincs, hanyadik rész. Szóval, szerintem kezdjünk is bele. Na, várjál csak, magamnak a hangot kicsit lejjebb varázsolom. Na, szóval. Beyond the Ballistic Sea, DLC. Itt fogunk szépen, Szentpétervár, minden, ide fogunk szépen így dolgozgatni. Nem kezdjük is egy külső megbízással. Nem. Hossza for nincs. Helsinki, na ez már alakul. Akkor marad az. Na. Kezdjük is el. Kezdünk egy ilyen forral, aztán meg folytatjuk majd így, ami alakul. Hú, rég volt már Euro Truck. Úgy állunk üzemanyagban? Hát... Figyelj, szerintem nem kell tankolni. Megyünk 4 kilométer, hát jó lenne egyet tankolni majd. Megoldjuk ezt a tankolást. Sehol senki volt, még jó messze van. Csöcső, na mi újság? DLC egyébként. Na mégis, hogy vagytok? Teljes egészet? Persze. De így elgurulok. És akarja. Ez a kibővített. Ez a felső rész az. Meg ez a kis picike itt alul. Ha. Amíg látnám is. Na, váltsál már. Tényleg Gergőke, töltsd már a Fortnite-ot népedre. Epic Games Store-ba belépsz, letöltöd a Fortnite-ot, mert annyit is letölt, és majd abban tudunk úgy streamelni hárman, hogy te is tudod majd a laptopon közben streamelni, mert nem annyira egy nagy számításigényes játék. 4 kilométerre mi 14 perc? Várom még egy keveset. Jaj, de jó. Mi pirosan nem vált? Na, menj csak. Elvileg egy hónap, mire megjönnek a szkániás pólók. Kíváncsi, már alig várom, hogy megjöjjenek. Ilyet sem láttam még.
felvi a rendőrautó. Olyan nyugis forrunk, felfedezünk ilyenek. Üzemanyagot fogunk szállítani elvileg. Jól lesz, és még oda be is kell hajtani. Annyi van ez a direkt. Én a tüzelé vettem. De amúgy most volt, a nyáron szerintem le lesz akciózva olyan 10 euróra. 10 euró környéke. Na, én miért nincs a tervet mond? Ezek ott lehet, hogy be kéne nézni. Igen, felfele, felfele. Kompozni is fogunk, és úgy megyünk fel Helsinkibe. Érdekes lesz. Ez a Fortnite, ez ingyenes? Aha, ingyenes, azért mondom nektek. Ilyen Battle Royale üldözős. Gázolajat viszünk, 23 tonnába. Végig szerintem el lennék vele. Akkor Dadika is tudja streamelni, hogyha akarja, te is tudod streamelni, és akár nem tudjuk csökni. Ez nem az a játék, ahol sok 9 éves játék, hát fogjuk rá, hogy igen. De ez csak ilyen fáról szólna. De már most váltott át. De itt Lada néva, ahogy látom. Köszönöm,
ennyi piros lámpát a Földön nincsen. Itt a 30 lovat. Különben nem fogunk se vele sem menni. Ja. Nem akar váltani, szívat. Köszönöm, hogy megnézted, hogy az merész dolog. Hogy meggondolta magát a 10 éve mesterséges intelligencia? Kapattam egy jó kis kirencembe. És még élvezzük csak a tájat. És akkor élvezzük az utat, el vagyunk itt, nem idegeskedünk, nyugi van. Meg a múlt az is megjött már az új Xbox 35-ös frissítés, talán. Úgyhogy tessé, azt most beszírtad. Az kilométer, szerintem a mai stream olyan 10-ig fog menni. Első körben. Holnap, nem tudom mit írtam a menetben, de fogalmam nincs, de holnap Rainbow lesz. Pénteken egy rövid Star Wars, szombaton szünet, vasárnap is nagyra az esőt szünet lesz. Vagy akkor ott vasárnap fogom még streamet összeütni. Ezek az utat, semmi idegeskedés. Aj, pörög a biznisz. És most az 1.35-ös újítások, meg az új DLC, Epic Games-nél mi a neved?
utána notiztak elsz, vagy micsoda, valami olyasmi. Na most is van valami ingyenes játék, azt töltsd le, én már letöltöttem, nem abból lesz stream jövő héten, mert az nagyobb beteg játék. Valami gang game vagy micsoda, valami ilyesmi. Ki van a sztorba téve, hogy ingyenes? Arról figyelni kell, hogy merre megyünk. Egyenesen megyünk, egyenesen, ja. És hogy úgy térünk rá jobbra? Steamen nem, az Epic Games Store-ba. A 23 tonna, az csak 23 tonna. Tényleg elvikor ma miből lesz stream? Nálad. Elnyes kollega. Ó, látom, megjelentek már itt az útfibák is. Egyet, jóra tartás. Ez egy játéskötő hungarama. Na, arra kíváncsi vagyok. És mikortól? Na, az izg az érdekel. És szinte nem lehet, hogy vágom azt a módot, az melyik. Bevétel, és akkor is pörög a biznisz. Te volt 900, szépen pihenünk. Ja, az már nézi, lehet szint választani, mert régen tudom, hogy mikor csak a fehér szó is pítoltam, lehet szint választani. Nagyon-nagyon régen volt egy csáva, egy külföld, aki fehér sprinteret tolta a magyar lapon.
tiszta Magyarország feelingen van, nem tudom, hogy mennél egy főúton. Ja, az RTS egyen játszok. Na, azt mondjuk azt én is adom. Mikor azt nem tudom. De csak 9000-ről működik, mert kormány nem nagyon ismeri fel. És amit olyan szinte bekavarja, hogy akkor vége van. Dobjál már át izén Twitch-en egy címet. Várjál, lehet, hogy Danikát is kifogja, azért nem tudom. Boci, de menő. És miből fog ő már live-olni? Nem mondanám azt, hogy igazi vagy valami. Mafia 3 volt. Jaj, a fiú, nagyon kemény. Kisvároskos cső, amit itt húzás van. Na, szabaduljon az a 700 lóerről. Kicsit a forgalom van már. Meglepő. Lámpát.
akkor én még mindig nem tudok 90-nál menni. Bekapcsolod a kamerádat, hozzáadod és cső. A videó rögzítő eszközök. Azaz. Felkesztésbe. Amikor hozzáadod, hogy mit tudom én, az asztal rögzítés, vagy az bak felvétel, vagy bármi más, és akkor ott tudod hozzáadni egy pici plusz gombocskával, egy plusz jelnel, hogy videó rögzítő eszköz, és akkor magát a webkamerát adod hozzá. Na, és ha nem megy a DAF, vagy mi? Akkor kezd a streamet, Danika. Ajajajaj. Kezdek félni attól a streamtől. Szétapos kollega. Ezt is meg, hogy kijövök full screenbe, gondoltam. Azt be lehet állítani, hogy csak azok csöteljenek, akik feliratkoztak rád. Van egy opciós egyébként. Nekem ez ki van kapcsolva. De szerintem Danika még azt is meg fogja nyomni. Ötven, figyelem itt a dolgokra.
fel a paripának. Kihúzta magadat a tizedikből. Benyom. A táj mondjuk nagyon hangulatos. Azt tetszik. Kellemes az összhatás. Ez 69 km, szerintem ez jó fél óra. Jobb esetben. És hangot majd hogy fogja rögzíteni, de a laptop mikrofonját használja, vagy fejhallgatóval? Ja, számműsülést használni, az mondjuk nem rossz. Csak akkor át kell állítani, hogy a mikrofon egyből felismerje. Pihenő, vagy mi ez? Érdekes. Super B-rendőr, bocsit, azt a kurva. Na, gyerünk V8, indulj meg. Ez a szerve nagyon adja, kurva jól néz ki.
Tudós? Nem zöld. Na, de legalább villogott. Na, szuper bérendőr autó van. És mikor kezd a Mafia 3 streamer? 9-kor? Elkezdett az elmegy 70-es tárban. Köszönöm, de egyszer egy kurva jó, nekem nagyon bejön. Autót. Nem tudom, tisztára, mint a Magyarországon mennénk, nem tudom. Én szupergé rendőr autót. Persze, de annyira most nézni azt, hogy mert egy időről nem tudom, hogy szupergé. Jogo biznis. Ebbe a hámzott a kilométerben, bent van egy, benne van még egy kompót is. Ezt ne felejtsük el.
9-en megtámadni. Az lényeg, hogy üzemetet nem is hallott szinte. Helyek vannak errefelé. Nem hiszem, hogy valószínűleg szemét már be. Basz, már zöld van? Valahogy nem tud volna vala. Az tisztel, amit Magyarországon vezetnénk. Én vezetnék, hogy megnézzétek, ami első. Sikerült.
pont akkor volt a szemétládája. Bácsi, már baszod? Érdekes. Nem perc felszünk. 130 és kombut. És 10 estén jövök oda. Pihennek.
50-nél becsipogsz, mennyi a francba? Pedigből is kilógott magát a motor, szó nélkül. Hogy elnézem, mert akár nem nagyon megy. Akkor lesz jönni a streamer is. Hát azért van 3 kilométer, nem is jó, nem is. Szerintem nem azt mondja, hogy 1500 kilométer biztos menni fog már egy 400-500-as volt, még bevállalunk mára. Megjöttet a kamiont. Ez komoly. Kattint csinálj egyre, mert ott vagyok a neveden rajta. Vagy nyitva a profil, az külön kisebb a gomba, hogy Gergőkénél is szoktam. De még mindig azt jelenti, hogy offline vagy. Mindjárt indul a live. Ajaj, pont 9-re időzíteni? Nagyon pontos vagy. Rád se ismerek. Sorra mentek a merején. Nonika, egy perced van. Ja, 9. Ez a 90 kilométeren van.
valósan benne vannak. Ja, tényleg Danika, Gergő, itt vagytok egyébként valamelyik között? Megindul a 730 darab pati. Rúgtál, ami nem bír, még mindig 9-en menni, 35 frissítést ért meg, és nem sikerül beletenni. Részünk, és mondja, a szünet után egy jó kis éjszakai. Választjuk egy egyszerűbb megoldást. Ó, de jól állunk. Egyet. Ja. Most csak egy szünetet.
Na. Nézd ki itt a cuccokat. Első körben vegyünk meg minden karást, ami hiányzik. Ez is hiányzik. Ennyi garázs. Hát van pénz lóvére, szokták mondani. Tudom, hogy van még egy 500-as kiló, hát 500 km-es huart. Már szerintem ennyi fog már beleférni. Közvetítő. Van ráfitő a sofőr. Fúvarok. Külső megvédés. Ezt a fort még ma levisszük, és akkor... Van bent Helsinki-be. Nem megyünk szépen, de kamionoztatunk. Senki, oké. Csapjuk neki. Korlátozás, hogy tudnánk 90 is többen menni, de 90 betartjuk itt a dolgokat.
Kristoff volt a rosszban, és akkor már ennyi. Hát, szerintem még hát, talán még pont be fogunk férni. A limitbe mára. Mondom, hogy meglátjuk majd milyen, hogy alakul majd a Rainbow Six. Tehát azért nem fog pörögni a biznisz. Nem tudok, nem vagyunk szépen a sávba. Mindjárt vehetjük is olyan szépen a kis pótunkat, és megyünk oroszba. Keménybe. És már kimegyünk egy sávot. Nem itt jön. Ja. A kocsi az meg. Tehát most nincsenek lámpák. Ah, hogy igazi kiállnak. Ez most szívat. Thank you.
Minek mentem ennyire neki? Tudom, hogy akkor tolunk egy gyors volt. Sőt, is gyors volt. Közötti távolság 3.22. Na jó, ezt megcsináljuk. Hú, mi is az az. Igen, innen megyünk át, igen, így oda fel. Ah, meg is tetszik, hogy ez a for. Már az utolsó. Bő van az elemekkel.
nem is ledes lámpa, az csak izzós. Csöcső. Most épp pillanat teszvezetés folyik. Az S730-at hasonlítom össze az S370-nel, hogy kiderül, hogy mennyivel gyengébb, mint az én vasam. Meg egyedül ez a fuvar volt így már, mert pont így az időlimit beszélt be. Mikolájúval tudom nézem. A francos ember a Volkswagen ebből. Szerintem kell a fordulat megállnak előttem, mert ez nem fog menni. Gyerünk! Kiúzatjuk. Közben még komolyan mondom, még iszok egy kortyot, komolyan. Azt mire ez felgyorsul, mondom, hogy hozzászoktam a 730-hoz, a V8-hoz. Megint itt az erőlejtőn a fele. Egy ez. Pakoltam vissza. 9. 8. Ezek a LED lámpám, az a szép világosság. Tudom, mire felgyorsul. Ez a padló.
kínoznál, ez komolyan. Azt nem jutom a kuplunkba. De be, üresbe van, hát nem miért fullott le? Azt se tudja. Hova megyünk? Oda fel. Értékelem a kis 7-30-os V8-asomat. Jó, hogy több jön. Parketta. Elhozod a negyediket. Haladós 5. Sietős 6. És baszki, ez a parketta. Ez a parketta. Hát 198 km, és utána még elköszönök. Holnap Rainbow Six kopja, hogyha rájössz, hogyha holnap este, akkor nyugodtan írj, és akkor tolhatnánk egy kis Rainbow-t holnap. Péntekén megpróbálod egy Star Wars-ból streamelni, szombaton szünet, és nagy esélye vasárnap is lehet. Bántja, hogy nem V8. Elindulni nagyon nehézkes vele. És közvetes, komolyan mondom. Nem fikázom, hogy valami, mert csak Scania-ról beszél, meg szívem csücske, meg minden. Amúgy ez a műszerfészetek kurva jól néz ki, pedig ez a butikott verzió. Ez a motor, ez nemzetközibe kevés. Annyi gázkal és kuplunkkal, hogy el tudjon indulni. Küszköd, szenved vele. És talán valami 15 tonna van rajta. Én lefordulok, baszott. Én biztos nem fogok ízni neked megállni, úgy. Távolban lennék a V8-a. Nem gyorsul, baszki. Tolni kell a műszerfalat. Most parkettázva van a gép.
azért mondom. Tűcs már megint baszacél. Hát itt menjünk a külsőbe, itt nem belső, hát itt letolnak minket. Kilencediket egy kicsi emelkedő van. Hát is ezt a nyomaték, ja nem, bocs, ez nem a motorban van. Lassulunk. Szivar. Jaj, hogy most semmi. Akkor viszont nem csissza volt ez a rúgnál, ahogy az internettel. A haladós tizedik. Mert 12. fokozatot felfelejtem. Sokkal hangosabb, mint a V8, hogy nem. Nincs jobb felszereltség, vagy van hangosabb. Kimegyünk a külsőbe, lassú jármű vagyunk. Kíváncsi vagyok a fogyasztásra a végén. Még egyszer kifogyunk. Szóval mindig dűr a rúter. És van, aki tőlünk is lassabb. Most nézem, kevés nézem. 280 vagy 300 óra van a játékban, ebben a profilban. Olyajajajaj, előzési kísérlet. Kivágunk a szélárnyékból. Oda figyelj 370 lóval, ahogy előzünk. Na mi van veled? Ráfeszülsz. Nem baj, hogy 60-as tábla van, tudunk előzni. Hoppá, hoppá. Hát az 370 lóval toljuk a népbe. Tehát nem kell ide 730, meg V8, meg ilyenek. 370. Ez a kihívás. Borzalmas hangja van. Fordulatot. Jaj, fékje is az beszél. Gyöngél. Majdnem akkor nekem próbáltam a 370-et, és majdnem pont azt mondom, hogy pont tökéletes volt. Nem váltunk fel, utána fog 9-be tudni kigyorsítani. Gyerünk, drága szívem! Az kiemelkedő. Jop, vissza 8-dik. Most túljuk egy ütöműszerfalat. Látod, 63-62. Egy játék random ekkor is tűnik, hogy törölném lenne. Melyik kezdet elfrissíteném el neked? Dízelmotor optimális használati tartománya, hogy pont nem ennek, majd ennek pont ott van, mert máshogy nem húzhatod ki, nem fog el neked ez megmozdulni. Gyerünk kicsi szívem, na gyerünk, 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 gyerünk. Ezzel látod, amíg a sebességkorlátokat is simán be tudod szóltani, ameddig felgyorsul, kiír abból a sebességkorlátból. Ebben milyen motor van? Sor 6, 16 literes sor, 6, 370 ló vagy benne, 13 literes talán? És 13 literes sor 6 és 370 ló. A hangja az így, már nekem idegesíti a filmet, pedig most menjünk valahogy 300 km-t, nekem már most jössz ki a filmet, nem vagy semmi, mint a SV8-os. Ilyen kis gagyi.
hogy mondjam. Nem, nincs egyébként. Ezt a motort izének szokták beletenni billentyesnek, áruterítőnek, nem nemzetközibe szokták ezt a motort használni. Csak az Eurotrack ugye ez is bele van téve. Ez a füles. Minek? Ki van fizetve? Vagy nem hallom ezt a szép motorban. Kopi, most megcáfolok. 2500-at eléri a mutató, akkor kell váltani. Ez itt nem hangolapján megy, nehem. Figyelj, körforgalom, végezzünk, felkészülünk, rákészülünk itt a dolgokra. Visszateszük 7-esbe. Igen. Most parkettázom a gépet. Nézzek, hogy megindult. Fú! Kellene, hogy megyek, mennyivel megyek. Hát azért figyelek oda, azért meglegyenek itt a sebességkorlátok. Mondjuk ezzel nem nehéz betartani. Menjél fel bele! Szenvedés, ez kihívás. Hogy ugye nincs sem a sebességlimiter, meg semmi. Nyomjárás. Kultúrált. Tudom fordulni. Itt már 8-ban megvan a 80, 9-dik. Hát a 10-dikben megvan a 100, 110. És nem azért, mert nincs rajta pót, azért, mert ennyire erős a motor. Robot én tesz egy 7-et. Motor kidolgozza magát. Igen, akkor jöttem ide. Bármit csak azt. Ezt akarom megnézni.
Ferris. Ah! Nem is töltem nagyon össze. Jó. Ez a szín van rajta. Ez sem talán a magyar mapon. Vagy én nem változtatom rajta. Kettő ablak, meg ide cuccos, meg mit tudom én. Na, én megyek, sziasztok, jó itt, gyöcső. Figyeld már, hogy körülbelül van műanyag az ott. Az is fekete. Ez egy műanyag. Ennyit volna ez a kicsit rövid stream. A kezdő szerencséjéből majd jövő héten szerintem várható folytatás. Addig is köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok!